Több mint 100 kg méz érkezett a bátaszéki mikrotérség óvodába kedreggel. Ez volt a fődíja a Tehetsz Még Többet program által meghirdetett rajzpályázatnak. A projekt két évvel ezelőtt indult annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az ágazat hanyatlására és a méhek szerepének fontosságára. Több mint 6300 pályázatot kaptunk ez idő alatt, ami azt kell, hogy mondjam, minden várakozásunkat felülmúlta. 6 országból 707 óvodából érkeztek pályaművek, ami azt jelenti, hogy minden hetedik óvodából kaptunk rajzot, és nem csak egyet, hanem többet is, úgyhogy tényleg le a kalappal az újsok előtt, meg a felkészítőik előtt, mert nagyon komolyan vették ezt a feladatot. Ebből a 6200 pályaműből a bátaszéki óvodába járó Schulz Helena és Galla Bende együtt készítették el a Barátaink a méhek című képet, amivel megnyerték az intézményüknek a 102 kg mézet. Helena elárulta, mit szeretett a rajzukban a legjobban. A méhecskéket. Simon Csabáni, az intézmény vezetője elmondta, sok pályázatra benevezik a gyerekek alkotásait, de nem gondolták volna, hogy ekkora sikert hoz majd valamelyik. 39 gyermek készített munkát, majdnem valamennyi csoportból készítettek a gyerekek, és nagyon nagy büszkesége számunkra és öröm, hogy két kisgyerek munkáját emelték ki ebből a rengeteg munkából, ami beérkezett a pályázat kiírójához. Hozzátette, fontosnak tartják, hogy már a legkisebbek is megtanulják, milyen nélkülözhetetlen a méhek szerepe abban, hogy egy fenntartható világképet alakítsunk ki. Albert Einstein már 1924-ben azt mondta, ha a méhek valaha eltűnnek a földről, az emberiségnek csak 4 éve lenne hátra.